Sziasztok, én nem Gábor Lázs, és az IFA-n vagyunk, ahol egy nagyon nagy telefon van a kezünkben, méghozzá a Feb 2 Pro. Fablet és phone, fablet és tablet egyben, azért ez az érdekes név, de ami sokkal érdekesebb az, hogy World's First technology van benne, méghozzá a Tango hardware, ami azt jelenti, hogy infravörös szenzorral, kettő kamerával, augmented reality dolgokat lehet itt igazából realizálni, ugye bemutatok nektek, de különben persze standard telefonként is lehet használni, hullámnyomatolvasóval, mikrofonnal, és persze kettő kis lámpával, hogyha sötétben akarnánk fotózni, SIM kártyaolvasó, microSD kártyaolvasó, egy fémházban, egy nagyon szépen néz ki. Hangerőszabályozó, kézbekapcsolt gomb is van, meg mikro USB, meg persze hangszórók. Az elején itt látjátok már is a demót, egy csomó zöld dolog van itt a földön, igazából szerintem sokkal szebb demo, hogy a kismacskával itt valahol az asztalon, igen, itt van, tudunk játszani, ez tök aranyos, érdekli azt mondja, hogy felugoljon az asztalra, és akkor ebben egy fejként úgy ugoljon, mert felismeri a telefon azt, hogy egy asztal van, kicsit közelebb megyek a telefonnal, persze nagyobb lesz. Ezt kutyával is tudom csinálni igazából, ez még aranyosabb. Ugat is a kutya, és lehetne vele játszani, neki adni egy csontot, mondjuk a földet tudnék neki dobni. Oda rakom egy csontot, és akkor azt is emiatt a szájába fogja venni, gondolom leugrik az asztalról, és akkor megveszi. Mi az a lényeg, hogy augmented reality-ben persze nem csak játszani lehet majd a Fab 2 Pro-val, hanem business dolgokra is nagyon könnyen lehet majd konfigurálni és használni ezt a premium hardware-es a telefon. Közben néztek velem Gábor Lázs, ez volt a Lenovo Fab 2 Pro, itt az IFA 2016-on.